A múlt héten még arról tudósítottunk az Észak-Bácskai városból, hogy milyen és mekkora eredményeket ért el a szerb kormány az elmúlt egy évben Ana Brnabić kinevezését követően. Szabadkán ma a város polgármestere számolt be a városvezetés sikertörténeteiről, amelyeket az elmúlt két évben sikerült megvalósítaniuk, de az elkövetkező két év terveiről szó volt. Nás najznačajný projekt u narednih dve godine je završetak. Az elkövetkező két évben a több évtizede dédelgetett terveket kívánjuk valóra váltani. Rengeteg eszközt fektetünk be gyönyörű palicsi turisztikai desztinációnkba, amit Szerbia öt leglátványosabb és legfontosabb desztináció közé soroltak. Nem ígérgetésekkel foglalkoztunk, amit beharangoztunk, azt megcsináltuk. Nem a látszat és botránkeltés volt a prioritásunk, hanem a munkánk. Szabadka polgármestere az elért, mint fogalmazott sikerekért köszönetet mondott Alexander Vučić államfőnek, a szerb kormánynak meg Vajdaság tartomány vezetőségének.